Tűzben, ha minden fáj, velem vagy.
Köszönöm, hogy itt lehetünk ma. Itt lehetünk ma ennyien közösségben, Uram, is. És köszönöm neked azokat az embereket is, Uram, akik sajnos nem tudják megtenni most az ünnepekkor, hogy közösségben legyenek. Lehet, hogy egyedül vannak otthon. Én kérlek téged, hogy költözz az ő otthonukba ebben az időben, Uram, is. És te legyél az ő társaságuk, Uram, is. És sose feledkezzenek meg arról, hogy nincsenek egyedül. Mert te mindig ott vagy velük, Uram, is. Sokszor ez lehet, hogy ilyen klisésként hat, de ez minden, Uram, amink van. És szeretnénk ezt megragadni. Szeretnénk ebbe a hitünket belevetni, Uram, hogy te velünk vagy. És azokkal az emberekkel most ott leszel, Uram. Karácsonykor, Uram, akik egyedül vannak. Te ott leszel velük, ott ülsz mellettük. Köszönöm, hogy nem hagysz el bennünket, Uram. Amen. Amen. Amikor Mária ráöntötte a méregdrága parfümöt Jézusra, és a tanítványok fel voltak háborodva azon, hogy tehetett ilyet. Hogy lehet az, hogy egy becses kincset elpazarolni? Hogy tehette azt, hogy volt valamilyen, ami a Földön rengeteget ért, és elpazarolta ezt Jézusra. És mégis Jézus azt mondja, hogy amikor az evangéliumról szó lesz, akkor ennek a nőnek a neve mindig említve lesz. És Mária mindent odaadott. Mária nem gondolkodott, nem észszerűen látta a dolgot. Neki nem jelentett semmit. Az a drága parfüm. Neki az egy ugyanolyan semmi volt, mint minden földi, materiális dolog, amit itt meg tudunk fogni. Ez a gitár, vagy ez a állvány. Semmit nem jelentett. Ő tudta, hogy Jézus az egyetlen, aki számít. És utána olyan messzire ment, hogy a könnyeivel megmosta Jézus lábát, és egyszer leborult elé. És Jézus azt mondja, hogy ezzel a cselekedettel a temetésére készítette fel őt, mert tudta, hogy el fog menni. És tudom, hogy ez már Jézus karrierjének a végén volt, amikor már arra készült, hogy a keresztre fog menni, és meghal a mi bűneinkért. Tudta, hogy mi vár rá. És most karácsony van, ami pedig a születésének az ünnepe, amikor arra emlékezünk meg, hogy a megváltó megszületett is. Mégis ez a két történet elég szorosan összefügg. Már csak a személy miatt is, hiszen Jézusról van szó. És ő volt az, aki Betlehemben megszületett, és ő volt az, aki Názareten meghalt is. És ezen az ünnepen, amit a szeretet ünnepének szoktunk hívni, szeretném, hogyha így elgondolkodnánk azon, hogy Jézus az nem a közösségért halt meg. Nem a megváltás az nem csorda megváltás. Nem népek vannak megváltva, hanem egyéni, személyes megváltás van. Egyénileg, személyesen vagyunk mindannyian itt, akik itt vagyunk is. És ti, akik otthon vettük a kamerák előtt is, lehet, hogy egyedül karácsonyoztok azért, mert a helyzet nem engedi azt, hogy a családotokkal vagy akárkikkel összegyűjjetek. És az is lehet, hogy nem a helyzet miatt, hanem egyszerűen egyedül éltek, egyedül vagytok, nincs senkitek. És én nekem ebből a történetből az látszott, hogy Máriának nem számított semmi, csak Jézus. És Jézusnak pedig nem számít semmi, csak mi. És ő,
És ő felment, ő tudta, hogy mi vár rá, és fölment, és meghalt. Értem, és érted. És hogyha ebbe jobban belegondolunk, akkor ehhez semmi nem kell. És tudom, hogy ez sovány vigasz, mert itt vagyunk karácsonykor, amikor lehet, hogy olyan családtagjainkkal találkozunk újra, egy éve nem találkoztunk, mert csak karácsonykor jövünk össze, vagy nagyon vártuk már ezt az időt, vártuk, hogy hát, ha vége lesz a vírusnak, vártuk azt, hogy együtt legyünk, és többen itt a srácok közül is, bár meg tudjuk tenni azt, hogy bizonyos rétegekben, bizonyos körökben együtt karácsonyozunk, de egy csomó mindenkivel nem tudunk találkozni. Vagy azért, mert veszélyeztetett, vagy azért, mert már nincs köztünk. És lehet, hogy ti is vagytok így, hogy elveszítettetek valakit ebben az egész kavalkádban, és lehet, hogy a koronavírus tehet róla, lehet, hogy más, de én örülök, hogy ez az egész dolog létre tudott jönni. Örülök, hogy itt lehetünk, és szólhatunk hozzátok, és dicsőíthettünk együtt, és kérlek, hogy ragadjátok meg ezt, és emlékeztetek meg erre, hogy Jézus veletek van. Jézus most is ott van veletek, és lehet, hogyha mindenkit megkérdeznénk, akkor azt mondaná, hogy igen, tök rossz lenne egyedül lenni, és lehet, hogy jól esik neki, hogy ott van mellette valaki, de ha mi ilyen magunkban nézünk, akkor egyedül Jézus számít. És örülök, hogy itt vagytok velünk, és remélem, hogy ennek ellenére tudtok örömet lelni ebben az ünnepben. És nem tudom, srácok, hogy bennetek van-e valami. Én szerintem mindent elmondtam, amit akartam. Mostanában nagyon sokat gondolkodom arról, hogy mi is az a szeretet, vagy én számomra mi mutatja azt, hogyha valaki szeret engem, vagy én hogy tudom kifejezni mások felé az én szeretetemet. És amikor én ezt az igét olvastam, akkor nekem talán ez jelentette legtöbbet, hogy ez az asszony, aki magányos volt, aki szegény volt, aki bűnös volt, ő mégis ki tudta mutatni Jézus felé a szeretetét. Mégis neki az volt a legfontosabb, hogy Jézusnak örömet tudjon okozni. És nagyon megérintette ez a szívemet, mert azt gondolom, hogy sokszor én is várom, hogy más kimutassa felém a szeretetét, amikor egyedül érzem magam, vagy amikor magam alatt vagyok. De ez arra nyitotta fel a szememet, hogy lehet, hogy nekem kéne ilyenkor kimutatnom a másik felé a szeretetemet. Nekem az egyik szeretet nyelvem a dicsérő szavak is, és jól esik, ha valaki megdicsér. És ez az ige, ez arra bátorít engem, hogy ne csak várjam, hogy megdicsérjenek, hanem dicsérjek meg én is másokat. Emeljek másokat a szavaimmal. És most, amikor itt a karácsony, akkor annyi esélyünk van arra, hogy kimutassuk egymás felé a szeretetünket, kimutassuk azt egymás felé, hogy Kamilla, úgy szeretem a szívedet, és úgy szeretem azt, hogy olyan dolgokra is odafigyelsz másoknál, amit lehet, hogy más nem vesz észre. És te képes vagy ilyen helyzetekben ezt az embert magad elé helyezni, és segíteni neki. És olyan kreativitás van benned, amivel mindig tudsz így segíteni másoknak. Szeretem benned, Sári, hogy olyan vagy, aki mindig örömet hoz az én életembe. És mindig képes vagy meglátni a jót másokba. Mindig képes vagy
képes vagy kiemelni azt másokba, amiben ők jók. És erre bátorítalak titeket is, hogy most, amikor itt van az időszak, mi ezt tudtuk hozni nektek. Ez, amit tudtunk hozni, hogy egy kis karácsony csempészünk a napotokba. És lehet, hogy a családoddal vagy együtt, lehet, hogy egyedül vagy, de Jézus mindenképpen ott van veletek is. És bátorítalak benneteket, hogy hívjatok fel valakit, akiről tudjátok, hogy egyedül van, hívjátok fel valakit, aki lehet, hogy a családjával van, de még sincs minden rendben velük. És azt gondolom, hogy ahogy ez az asszony ezt megtette, Jézus azt mondta, hogy az öröm hír lesz az, ahol az ő neve mindig el fog hangzani. Az öröm hír az ahol erről az asszonyra meg fogunk emlékezni, hogy megtörte azt az alabástromot. És én ezért is hálás vagyok. Hálás vagyok ezért az alabástrom projektért, hogy elviszi a magányosokhoz is Jézusnak a jelenlétét. Úgyhogy mi ezzel készülünk nektek, ezzel a kis dicsőítéssel, semmi mással. Ez, amit tudunk most tenni ebben a helyzetben. De hiszem, hogy Jézus megjelenik köztünk, és Jézus már itt van. Yeah.
segíts a víznek mélységében. Add rejtőzzem el szerelmedben, békét folyójon, árasszon el, hogy dicsérem szent neved, dicsérem fenséged, Jézus, te mi vagyok téged. Szent Szellem, jöjjön, záporozz rám, fedd fel előttem, ami szem Szellem, jöjjön, legyen meg terved, dicsérem szent neved, dicsérem fenséged, Jézus, te mindenem, ami vagyok. Dicsérem szent neved, dicsérem fenséged, Jézus, te mindenem, ami vagyok jelen, és zengjük, szent vagy, szent vagy. Nyisd meg a mennyet, tedd ki elénk, árassz el irgalmaddal. Dicséretünkben légy most jelen, és zengjük, szent vagy, szent vagy. Nyisd meg a mennyet, kielénk, árassz el irgalmaddal. Dicséretünkben légy most jelen, és zengjük, szent vagy, szent vagy. Szükség van rá, hogy mozdul a lelkem, a mennyárad rád. Hatalmad által fedez hát be, hogy régen megtetted, ma újra tedd meg. Küldj ébredést most, szükség van rá, hogy mozdul a lelkem, a mennyárad rád. Hatalmad által fedez hát be, ahogy régen megtetted, ma újra tedd meg. Küldj ébredést most, szükség van rá, ahogy mozdul a lelked, a mennyárad ránk. Hatalmad által fedez
Tényleg, Uram, hálát adok azért, hogy itt lehetünk a Te jelenlétedbe. Hogy megpihenhetünk, Uram, hogy váltjuk a Te szeretetedet, a Te örömödet, Uram, is. Magasztalunk Téged. Magasztalunk Téged, mert Uram, Te méltó vagy rá is. És az a szeretet, amit Te nekünk adtál, amire ma emlékezhetünk, hogy a Te egyszülött fiadat adtad értünk is. És Te már ezen a napon tudtad akkor, hogy mit szeretnél tenni. És már ezen a napon is elküldted a Te szeretetedet közénk is. És Uram, ma is hálás a szívünk. Fel nem fogható az, amit ez a nap jelent. Uram, köszönöm azt, hogy meg akarsz minket látogatni, hogy meg akarod látogatni a mi szíveinket, a mi otthonainkat, Uram, a Te jelenléteddel és a te kegyelmeddel, Uram, is. Hívunk Téged minden otthonba, mindenhova, ahol most nézik ezt az adást, Uram, hogy árasz ki a Te békességedet. Szent Szellem, árasz ki a Te békességedet az otthonokba. És ezen a napon, amikor, Uram, a Te szeretetedre emlékezhetünk. Uram, add, hogy túl csordoljon bennünk is ezt a Te szereteted. Uram, jöjj is, mi várunk rád is. Várjuk azt, hogy mit tervezel. De legfőképpen szeretnénk kifejezni feléd azt a hálát, ami bennünk van. És szeretnénk felemelni a Te nevedet ezen a napon is. Jézus nevében, amen. She gets.
Say
Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Holnap is találkozhatunk a Single Cross karácsonyi kávéháza alkalmán. Ha szeretnétek ott lenni velünk és dicsőíteni együtt, akkor regisztráljatok a Single Cross eseményében. Boldog karácsonyt kívánunk!